139 millió forint a mosodai szolgáltatást fejleszti és teszi takarékossá a központi kórház. Felderítés a levegőből. Hőkamerás dróna a körösmentőcsoportnál. Mesével gyógyítottak, a Jókai Színház és a Színi Tanház is csatlakozott a KNTH Mesedoktorok a Weben programhoz. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. 739 millió forintot nyert el a Békés megyei központi kórház az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága által a kórház konszolidációra elkülönített 15 milliárd forintnyi keretösszegből. A pályázati forrást működési hatékonyság növelésre használja fel az intézmény, az összeg jelentős részét, vagyis 623 millió forintot a régió fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményeinek mosodai szolgáltatást biztosító mosoda kialakítására fordítják. A Szentháromság utcai telephelyen felépülő modern mosoda a jövőben 5 egészségügyi intézmény 7 tagkórházának biztosít egészségügyi textileket. A fejlesztéssel párhuzamosan bevezetnek egy úgynevezett textília azonosító és nyilvántartó rendszert, amivel nyomon követhető a textília útja, élettartama és mennyisége is. Az új mosoda éves szinte 72 millió forint megtakarítást jelent a kórháznak. A tervek szerint a telephely 2018. június 30-áig megépül. Az összeg fennmaradó részét 116 millió forintot a régi sebészeti tömb energetikai korszerűsítésére fordítják, ezt követően ebbe az épületbe költözik a jelenleg Kárpát utcán működő gyerekosztály. Működési hatékonyság javítása volt a fő cél, ezt részben a szakmai együttműködések integrációjával, vagy a kiszolgáló területek hatékonyságának fokozásával céloztuk meg. Mintegy 4,6 milliárd forint keretösszegű fejlesztő foglalkoztató program indul. Április 1-én a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan emberek képességeinek, készségeinek fejlesztésére. Jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Cibere Károly elmondta, a pályázaton elnyert támogatást nem csak bérre, hanem tárgyi eszközök beszerzésére, új munkaállomások teremtésére is fordíthatják az intézmények, mert a cél az, hogy minél több munkahelyet hozzanak létre. Kifejtette, hogy a programban mintegy 130 állami, civil, egyházi és önkormányzati intézmény vehet részt, és várhatóan 7000 embernek biztosítják az új szolgáltatást, amelynek célja az is, hogy javuljanak az érintettek foglalkoztatási esélyei. A program pályázatára keddig jelentkezhetnek az intézmények. Az igénybevételi kör is jelentősen ki lett nyitva. Most már nem csak a bentlakásos intézmények és a nappali intézményekben élők, gondozottak vehetik ezt igénybe, hanem a közösségi szolgáltatásban és a támogató szolgáltatásban részesülők is. 2017 első ülését tartja a Békés Csaba képviselőtestülete. A csütörtöki tanácskozás nyilvános üléssel indul, ahol előreláthatólag 32 előterjesztésről határoznak a városatyák. Szó lesz több ingatlan értékesítéséről, a Békés Csabai felsőoktatás helyzetéről, de módosulhat a sport támogatási rendszer is. Dönthetnek arról is, hogy éjjeli menedékhelyet alakítsanak ki a hajléktalanoknak a Gyár utcán. Ismét több pont érinti a hulladékgazdálkodást, de a kistérségi társulás és intézményei ellen indult vizsgálatról is beszámolnak a grémium előtt. Emellett zárt ülésen határoz a közgyűlés arról, ki kapja a Békés Csaba díszpolgára, a Békés Csabáért és a Békés Csabai életműdíj kitüntetéseket. A tanácskozás 10 órakor kezdődik a Városháza dísztermében, amelyet élőben közvetítünk a 7.tv-n és a behir.hu-n. Új felszereléssel bővült a Körös Mentőcsoport eszközparkja. A mentési és felderítési munkákban már 3 drón is segíti a szakemberek munkáját. Ezek közül az egyiket egy nemrég lezárult pályázatnak köszönhetően hőkamerával látták el. Az országban is egyedülálló berendezést a napokban tesztelték, hamarosan katasztrófa helyzetben is bevethető lesz. Különleges drón emelkedik a magasba a Körös Mentőcsoport gyakorlatán. Az eszköz segítségével a levegőből könnyen felderíthetőek a környezettől eltérő hőmérsékletű tárgyak vagy emberek. Ezen a gépen 2 kamera van. Egy hagyományos, amit a drónkezelő használ a vezérlésre, és egy hőkamera. Ez a hőkamera 9 féle hőtartományban tud keresni.
Ezt kihasználva eltűnt személyek kutatásánál vagy árvízi helyzetnél meghatározott célpontokat tudnak vele keresni. Ott látok valamit. Aha, és csak ott egy találat. Tudsz még közelebb menni? Szerintem megvan. A drón egy feltöltéssel körülbelül 20 percig képes a levegőben tartózkodni, a vezérlő hatótávolsága pedig mintegy 2 kilométer. A hőkamerával felszerelve ezek az értékek csökkennek, de így is 4-500 méteres távolságból biztosan tudnak képet kapni. A kutatáskeresési feladatokban ez egy óriási előrelépés. Ezt tudnunk kell, hogy 2016-ban az Országos Főigazgatóságunk által kiírt önkéntes mentőszeretek részére kiírt pályázatot nyerte a Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Megyei Szövetség, és adta nekünk használatba az eszközt. Nagyon nagy értékű és hatékony kutatási feladatokat eredményez. A körösmentőcsoport 7 éve alakult meg, számos megyei és hazai bevetésen és külföldi gyakorlaton vett már részt. A legnagyobb bevetések árvízi védekezéshez kapcsolódtak a Duna mentén, illetve a Borsodi medencében. Békés megyei általános iskolás 7. osztályos tanulókat díjaztak kedden a Békés megyei kormányhivatal épületében. A népegészségügyi főosztály által 2016. októberében hirdetett 3 fordulóból álló őszi vetélkedő sorozat a világnapok köré csoportosított feladatokból állt. Az első 3 helyezett közül 2 csapat Gádorosról érkezett Békés Csabára. Jó, gratulálok nektek, fogadjátok szeretettel. A dobogó legfelső fokára a gádorosi Kisboldogasszony katolikus általános iskola 7. B-osztály lányok nevű csapata léphetett. A 3 hónapon át tartó megmérettetés feladatsorai egy-egy világnaphoz kötődtek. A tagok felosztották egymás között a feladatokat. A világnapos volt az enyém, azt nagyon is szerettem, meg a szorgalmik is tetszettek, például olyan is volt, hogy egy egészséges étrendet kellett összerakni, és ez nagyon tetszett nekem. Igyekeztek a pedagógiai célokhoz illeszteni a feladatok témáit, a főosztályvezető helyettes elmondása szerint, illetve olyan típusokat kitalálni, amik későbbiekben a vizsgázások során nagy segítségükre lehet a gyerekeknek. Lehetőség van kreativitásra is, vannak olyan külön feladatok, vagy küldhetnek be például verseket, esszéket, plakátterveket, vagy az idén például tápanyagszámításokat végeztek, és cukorbetegek számára próbáltak étrendet összeállítani. Az igazgatónő elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon szívesen vesznek részt a fiatalok a vetélkedőn. A népegészségügyi főosztályunk feladatai közé tartozik az egészségnevelés, és ez a korosztály az, aki kellőképpen fogékony arra, és akiben még meg tudjuk szilárdítani az egészséges életmód alapjait, hogy majd felnőttként ezt követni tudják, és tisztában legyenek a táplálkozás alapelveivel, illetve a mozgás szükségességével, az egyes betegségek kialakulásának okaival és típusaival. A megmérettetésen összesen 20 iskola indult, közülük a legjobb 3 és a külön díjas csapat részesült valamilyen tárgyi díjazásban. A második közösségi gálán adták át a Csaba Gyöngye Kulturális Központ által alapított elismeréseket. Idén 5 Stark emlékérmet, ugyancsak 5 közösségi díjat, egy sikerdíjat, valamint 2-2 tiszteletdíjat és önkéntes díjat is kiosztottak. Hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából adták át a Csaba Gyöngye Kulturális Központ díjait hétfőn. A második közösségi gálán az intézményhez kötődő közösségeket és tagjaik éves munkáját ismerték el. Családi körben leszünk, és egy kicsit ez a születésnap, ez most arról szól, hogy azoknak, akik többet nyújtanak, vagy szép eredményt érnek el egy évben, azok számára tudjunk egy ajándékot adni. A Csaba Gyöngye 2015-ben 5 különféle díjat alapított, köztük a közösségi díjat is, melyel minden évben azokat a csoportokat ismerik el, amelyek az intézményben kimagasló közösségi és szakmai munkát végeztek. Az idén átadott 5 közösségi díj közül az egyiket a Jaminai Közösségi Ház népi díszítő művész szakköre vehette át. Hát mindenképpen azt jelenti, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és talán ez a díj azt is mutatja, hogy igenis a hagyományos népi díszítőművészetnek is
van értelme, és igenis csinálni kell, és a fiataloknak minél jobban átadni ezt a tudást. A 4 éves Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgatója a közösségig ellen értékelte az elmúlt éveket. Az intézmény megtartotta a látogatottságát, így 2016-ban köszönhették a 800 000. Látogatójukat. Ehhez nagyban hozzájárulnak a kulturális központon belül működő közösségek, amelyek adják az intézmény sajátos lüktetését, mondta el Szente Béla. Újabb mozgalmas évet zárta a Bárka Irodalmi Folyóirat. Az esztendőt ezúttal is egy ünnepségen értékelték, ahol a visszatekintés mellett ezúttal is kiosztották a Bárka díjakat, amit 3-an vehettek át a Sík Ferenc Kamara Színházban. Gabriel Erika és Gál Csaba egy Verdi operát idézett fel a Bárka est nyitányaként. Elek Tibor alapfőszerkesztője a 2015-ös esztendőt a kiadvány csúcspontjaként értékelte. Ezt követően az volt a cél, hogy megtartsák ezt a színvonalat 2016-ban is. Ezek a számok sem maradnak el a tavalyiaktól, tehát sikerült a szintet megőrizni, kiemelkedőnek tartják sokan az 56-os emlékszámunkat, azt dicsérték, de a más számok is, és hát a hozzánk kapcsolódó irodalmi programok, rendezvények, azok is zajlottak idén is nagyon sűrűn, havonta egy-két komoly szerző megfordult itt. Az idei esztendőben is az ünnepi Bárka esten köszöntötték. A 2016-os évben megjelent publikációk alapján a folyóirat nevével fémjelzett díj nyerteseit. Szil Ágnes, Bartis Attila és Grecsó Krisztián könyveiről írt kritikát, és Békés megyeiként kapta meg az elismerést. Én azt gondolom, hogy ez nagyon előremutató. Én nem gondolom, hogy megérdemelném, bár ugye a díjakat nem megérdemlik, hanem kapják. Talán szorosabban fog kötni engem a szerkesztőséghez, és hát óriási elismerés. Acsai Roland nem csak műfordító és drámaíró, hanem író és költő, aki újabban a fantazi felé fordul írásaiban. 2016-ban egyrészt verseim jelentek meg, másrészt egy részlet a Szívhajítók című regényemből, ami tavaly jelent meg könyvhétre. Ez egy ilyen szamurájos fantasy, illetve egy ilyen félifjúsági, félfelnőtt regény, a Felhőjárók, abból jött egy részlet. Kolozsi Orsoly 10 évvel ezelőtt még egyetemistaként küldte el első írását a Bárkának, azóta visszatérő név a kiadványban, ráadásul a Bárka díj évében keretbe is foglalta eddigi munkásságát. 3 kritika is jelent meg ebben az évben, illetve ami talán kicsit különleges, de teljesen véletlen alakult így, hogy az utolsó, ami megjelent, az utolsó száma 2016-ban, az ugyanúgy Tóth Krisztina írónőnek egy kötete, mint ami az első megjelent írásom volt a Bárkában. A Bárka ebben az esztendőben is azzal a küldetéssel dolgozik majd, hogy a kortárs magyar irodalom alkotásait minél szélesebb körben mutassa be az olvasóknak. Kiállítás nyílt a Márvány Fotóműhely házi fotópályázatra beküldött díjnyertes alkotásokból, a természetfotókból, csendéletekből és portrékből összeállított tálaton 13 alkotó munkája látható a Jaminai Közösségi Házban. Családi kirándulás során a Tapolcai Tavasbarlangban jött szembe velem ez a kép, és szinte arcom vágott, úgyhogy muszáj volt lefotózzam. Horváth Szabolcs másfél éve csatlakozott a műhelyhez, több a pályázatra beküldött képét is elismerte a szakmai zsűri, 3 fényképe is a kiválasztott alkotások között szerepel. Másfél éve, hogy ezzel foglalkozom, és ezért is kiemelkedő, úgy gondolom, hogy egy ilyen kiállításon, ami egy verseny képek vannak itt, hogy 3 képem is kiállításra került, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy ennyi idő alatt eljutottam erre a szintre. Minden év rendezünk egy hónapra házi fotópályázatot. Az amatőr fotósokból álló Márvány Fotóműhely tagjai hagyományosan minden hónapban más-más témában készítenek képeket. A tematikát a vezetőség úgy állította össze, hogy lehessen fejlődést előidézni a tagoknál, fogalmazott a műhely vezetője. Katona Péter elmondta, például először nyílt lehetőség a klubtagok számára a csillagfotózásra. Direkt kimentünk postelekre, és posteleken gyakoroltuk, utána ott voltunk éjfélig, és csináltuk a csillagfotókat. Tehát az a lényeg az egészben, hogy ezeket a témákat próbáltuk úgy összeállítani 11 hónapon keresztül, hogy az év végén mérhető legyen a klubtagoknak a fejlődése.
Az idén jubiláló klub minden évben kétszer indít fotósulit a Lencsési Közösségi Házban. Katona Péter szerint ennek köszönhetően egyre népszerűbb a 20 éve működő műhely, melynek jelenleg több mint 50 tagja van. Mesével gyógyítottak Békés Csabáról is, hiszen a Jókai Színház, valamint a Színi Tanház is csatlakozott a KNTH Mese Doktorok a Weben elnevezésű programhoz. A kezdeményezéssel a kórházban fekvő gyermekeknek okoznak örömet szerte az országban. A világon, meg az operenciás tengeren, meg még a Fülekhegyeken is túl... Nagy Róbert két héttel ezelőtt hallott először a kezdeményezésről, és örömmel csatlakozott a programhoz. A színművész már korábban is részt vett a teátrum hasonló akcióiban, ezúttal pedig egy tanulságos történetet hozott a gyerekeknek. Nagyon szeretek meséket olvasni, és nagyon szeretek gyerekműsorokban szerepelni, és hát gyerekeknek és gyerekekkel interaktív módon is együtt dolgozni. És hát ugye színházunk nagyon sokszor segíti folyamatosan mindenféle programokkal. Most például a Nagyszalontai Árva gyerekeket is szoktuk el a színházunkba hozni. A KNTH kamerás csapata a Jókai Szalomban rendezett be egy mesesarkot, ahol a teátrum színművészei, valamint a Színi Tanház fiataljai felolvashatták a választott mesét. A programban személyesen, a kórházakban is segíthetnek az önkéntesek, az akció másik részeként pedig videóüzenetet küldhetnek a mesedoktorok. Van egy YouTube csatorna, ahova fel lehet tölteni azokat a meséket, amit bárki otthon felolvas, és úgy gondolja, hogy szeretné, hogyha ezt a kórházban a gyerekek megnézhetnék. Miután ezt elküldi, ezt a mesét, utána mi felrakjuk erre a YouTube csatornára, az online mesetárunkba, ahol a kórházaknak ehhez eszközöket is biztosítottunk. Lissi Melinda szívéhez is nagyon közel állnak a mesék. A színművész egy Andersen mesét választott erre az alkalomra. Az ember szerintem lélek gyógyítással tud testi problémákat is áthidalni. Úgyhogy ha a gyerekeknek rendben van a lelkük, és boldogságot és szeretetet kapnak, akkor bármire képesek. És úgy gondolom, hogy ezzel mi is egy kicsit idézőjelbetéve egyfajta gyógyszerkúra tudunk lenni a gyerekek számára. A mesedoktorok 2013-ban segítettek először, azóta több mint 40 ezer önkéntes jelentkezett, és mintegy 12 ezer mesével gyógyították a beteg gyerekeket. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!